Két felvonásos volt a Kisvárda szombati fővárosi programja, a két része osztott keret két edzőmeccset játszott a Vasas otthonában. Az első felvonást a hazaiak nyerték 2-1-re, a vendégek részéről Gyüre talált a kapuba. A második találkozóra állított ki erősebb csapatot a Várda, amely 2-2-es döntetlent játszott a nemrég átadott Ilovszki stadionban. A vezetést a Vasas szerezte meg, majd Hugo Szeko és Tisler góljaival fordítottak a vendégek, de Birtalan duplázásával kiegyenlítődött az állás. A kisvárdaiak újpestől igazolt támadója Tisler Patrik egyre inkább beilleszkedik új csapatába. Mindenféleképpen játszani szerettem volna, most az elmúlt egy évem nem úgy sikerült, ahogy kellett volna, és nagyon örülök, hogy a Kisvárda megkeresett, és a Attilával beszéltünk, és egyből elfogadtam a Kisvárdának az ajánlatát, hiszen tényleg nagyon bíznak bennem, és én is szeretném ezt meghálálni. Mindenféleképpen jó benyomás lejött, megnéztem, és tényleg azért nagyon szép a körülmények, tényleg, úgyhogy én úgy gondolom, hogy Kisvárdán lehet eredményeket elérni. Tisler a Kaposvár elleni 3-2-es győzelem alkalmával 2 gólt szerzett, így egyre inkább megfelel a saját maga által támasztott elvárásoknak. Szeretném újra, igen, én is viszont látni azt a régi Tislert, aki vagyok valójában, hiszen sok meccset játszottam NB1-be, sok gólt is rúgtam, és nagyon szeretnék bizonyítani meg én, hogy képes vagyok erre. 28 éves leszek most július végén, úgyhogy én úgy gondolom, hogy a legjobb korban vagyok. A meccs hiány az még van, de szerencsére sok edzőmeccsünk van. Remélem, hogy ez ki fog jönni, és a szezont úgy fogom tudni elkezdeni, hogy gólokkal. A Kisvárdától egyébként távozik Dileszek Gergely, aki Dorogon folytathatja pályafutását. Érkezett egy új játékos is, a háromszoros román válogatott Claudio Bumba, legutóbb a török Adana Sport csapatában szerepelt. Rendeződni látszik a nyári pihenőről később visszaérkező brazil kapus Felipe sorsa is. A játékos, ügynöke, valamint Révész Attila sportigazgató hasszemközti megbeszélésen tisztázta a történteket, és jelen állás szerint a kapus készen áll a közös folytatásra. A Kisvárda szombaton Budapesten a Gyirmót ellen tartja a bajnoki főpróbát.